Nagyon szép estét kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim, abban a reményben köszöntöm Önöket, hogy amikor még a felvétel készült ma estére, akkor esett az eső, de esős vagy legyes Margit révén, hogy ez is egy ilyen eső csináló nap, ilyenkor szokták egyébként, amikor nem esik a káposztát, a retket, meg a lent elvetni, de például Csépán a tyúkokat ültetik ezen a napon, és a délvidék egyes helyén tényleg tartja magát a legyes Margit hagyomány. Ezzel együtt kis hazánkban és szerte a határokon túl, a nagyvilágban Isten éltesse a Margitokat. Egyébként egy Árpád-házi születésű, de Skóciában vértanú halált halt Szent Margit ünnepe ez a június 10-e. Egyéb iránt. Na, akkor meg volt a névnapi köszöntés. Elmondom, hogy mi vár Önökre a következő fél órában. Először itt van velünk Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, futó nagykövetünk. Köszönöm szépen, elfogadtad meghívásunkat. És aztán a beszélgetés után egy kis technikai váltás és a friss lapokból tekintettel a Vízi Színházi szezon kezdetére egy nagyon röpke, magvas ismertetést fogok mondani. No, akkor csapjunk is bele a futó témába, mert ugye a járvány alatt halmozódtak minden téren a feladatok, és így az atlétika és a futósport világában sem állt meg az élet olyannyira, hogy most is készültek a hétvégén egy nagy, minek nevezzük ezt? Virtuális futásra. Parancsolj, tiéd a szó. Igen, a virtuális futás az azt jelenti, hogy igazán lefutjuk azt a távot, amire nevezünk, de nem egy nagy országos rendezvény keretében, hanem helyi településeken szervezünk kis csoportos futásokat. Applikációval bizonyítjuk ezt, feltöltjük a felületre, és mindezért az érem és a póló attól függ, hogy milyen futások voltak, azt pedig postázzák aztán a résztvevőnek. Tömören ennyi, de hát azért ez egy kicsit hosszabb előkészületeket igényelt ez a virtuális futás. Igen. Nem is tudom, hol kezdjük. Időben hány hetet kellett erre számolni, hogy ez összejöjjön? Hát ez most két hét alatt nagyon fölgyorsultak az események. Igen. Hogyha időrendben haladunk, akkor onnan indult a dolog, hogy ugye a Nagy Budapest Sportiroda országos futó rendezvények sajnos a járvány miatt elmaradtak. Így van. És akkor kérték a futó nagyköveteket, amikor már olyan volt a helyzet, és engedték az enyhítések, hogy teszteljünk egy felületet. Igen. Ezt a virtuális felületet, hogy működik-e, és lehetséges-e az elmaradt rendezvényeket valamilyen szinten ilyen virtuálisan bepótolni. Ez működött. Aztán volt egy ilyen virtuális esemény, a Rizska félmaraton, amit már virtuálisan futottunk. És úgy döntöttek a Budapest Sportirodánál, hogy akkor a tavasz legnagyobb rendezvényét, a Telekom Vivicsita városvédő futást megrendezik virtuálisan, idézőjelben. Nagyszerű. Hány versenyzőt vársz? Hát most így a nézve a nevezéseket olyan 20-30 ember környékét. Igen, én remélem, hogy egy 20-an leszünk. Nem biztos, hogy mindenki ott majd fogja futni velünk, mert ugye a virtuálisnak az a lényeg, hogy bárhol, bármikor. Ja, bárhol. Csak igazolva legyen. Igen. És akkor, mikor megkaptuk a felkérést, hogy futó nagykövetek, készítsünk a településekről egy olyan kis filmet, amiből aztán majd ők összevágnak egy nagy beharangozó Vivicsita filmet, hogy mely települések azok az országban, akik virtuálisan futni fogják a Vivicsitát. Hosszabb időpontot adtak erre, tehát ez a hétvége, péntektől vasárnapig. Elkészítettük ezt a filmet Szarvasról. Nagyon köszönöm a segítséget futótársaimnak, és köszönöm Szerd Milán kollégámnak, aki felvette. Elküldtük ezeket a kis filmeket. Ebből lett egy nagy film, de Szarvason is készítettek, vagy a szarvasi helyszínekből is összevágtak egy filmet, ami nagyon szépen sikerült, mert Szarvasnak nagyon sok szép olyan helye van, amit ismernek is országosan, de nyilván itt futottunk, hogy akkor mindenki most láthassa. Bele tudunk nézni ebbe a filmbe. Igen.
elmondom, igen, hogy amit most látunk, ez az, amit ti vettetek, igen, fel, igen, de az összes beküldött anyagból akkor lett egy nagy országos. Igen. Igen. Hát ebből olyan 11 néhány másodperc jutott szarva, de tényleg az ország pápától végig, nem is számoltam meg, de jó néhány település, és ebből, igen, lett egy nagy beharangozó filmje ennek a Vivi Csitának. Igen, akkor már csak másodpercek kérdés, és akkor Rácárpi, kívánok kollégám, le is vetíti ezt a felvételt, amit itt készült Szarvason. Nézőknek, hogy ez milyen helyszíneket? Célirányosan három helyszínre mentünk. A Vízi Színház Fahit környékén készítettünk filmeket. Igen. Aztán az Arborétumba készítettünk filmeket. Igen. És a Történelmi Magyarország közepén. Ennek is megvan az oka, hogy miért ezt a három helyszínt választottunk forgatni. Azért, mert az elkövetkezőkben ez a nyári-tavaszi futószezonnak ez mind helyszíne lesz majd. Igen. De majd szerintem erre még visszatérünk az elkövetkezőkben, még itt egy picit erről a virtuális dologról, csak hogy minden... Feltétlen, hogy mindenki számára mindenki ez világos legyen, hogy lehet Mindenkibe tudatosuljon, ráadásul azért, mert még ma tudnak nevezni, aki még nem nevezett. Igen, éjfélig lehet? Hát, azt meg nem mondom. Mi van ma? Péntek. Péntek. Szerintem éjfél. Csütörtök van. Csütörtök, bocsánat. Akkor még péntekig tud nevezni. Nagyszerű. Pénteken. Tehát június 11-én. Igen, még pénteken tud nevezni. És akkor elmondom a nevezésnek is a menetét. A Budapest Sportiroda felületén a Futanet oldalon lehet nevezni. Akinek már van regisztrációs kódja, az könnyen kiválaszthatja a távot, hogy milyen távon szeretne indulni. Igen. Van 7 km, 10 km, félmaraton, amit itt mi is preferálunk ezt a három távot. Vannak még váltók, családi, igen, de mi ezt, igen, a három, igen, távot választottuk itt Szarvason, hogy futjuk. És miután nevezett, akkor nyilván majd lefutja a távot, vagy velünk, vagy egyénileg, kinek, igen, hogy. Igen. És utána feltölti majd az applikációt, és meg fogja kapni érte azt az egyedi érmet, Vivi Csitás érmet, amit postán küldenek. Ugyanaz az érem, az még a külön érdekessége ennek az éremnek, hogy névre szóló, tehát bele fogják gravírozni. Na, hát ez nagyon kedves, igazán. Belegravírozzák a nevét az, igen, érembe. Igen. És még egy hozadéka van ennek, vagy még egy plusz dolog, hogy van egy kis nevezési díja, nem vészes összeg a nevezési díj, amit fizetni kell érte, és ebből 500 forintot adományozhat. Igen, opciók, igen, vannak, hogy milyen alapítványra lehet jótékony célra felajánlani a nevezési díjból az, igen, 500 forintot, igen, úgyhogy több szálon is futhat, kap egy emlékérmet, és még a nevezési díjból jótékonykodhat, tehát tényleg egy örök emlék marad mindenkinek, hogy egy virtuálisan lefutott Vivi Csitája lesz. Izgalmas. És akkor úgy beszéltük a többiekkel, a futótársaimmal, hogy szombat reggel indulnánk akkor mi a sportpályáról, igen, aki velünk szeretne futni. Szombat reggel 8 óra. Azt is felveszitek ott az indulást? Igen, mindenképpen. Igen, mindenképpen. Az egy igazolás. Szombat 8 órakor gyülekező, egy kis közös bemelegítés, megbeszéljük az útvonalat, ki milyen távot fut, és akkor indulunk.
fél kilenckor tervezzük a rajtot. Igen. Lesznek biciklis kísérőink, mert azért, aki fél maratont fut, akkor ott a frissítésről gondoskodni kell. Igen. De azt megszerveztük, hogy... Nagyszerű. És érinteni fogjuk a ligetet, az arborétumot. Igen. És akkor, hogyha olyan az út, akkor egészen a Vasúti hídig futunk, és vissza a félmaraton, nyilván a rövidebb távon futók azok majd hamarabb visszafordulnak. Igen. Hát én még nem néztem meg a szombati időjárás előrejelzést, de azért izgalmas, mert benne vagyunk ugye ebbe a 40 napos medálos időszakban, hogy vagy. Uh-huh. De hát a futók azok bírják. Bírják meg. Is. Még a kicsi sár is belefér, igen, de majd azért jó, hogy az arborétumon a bolzakör, mert ha nagyon sár van, akkor tudunk maradni szilárd pulkolaton. Igen. Akkor talán távirati stílusban minden lényegi elemet elmondtunk. Igen, akkor még ezt tudatosítjuk, hogy aki még nem nevezett, az. Ha segítség kell a nevezéshez, és nagyon jól esett, tegnap éppen kaptam telefont, gondorosi futótárs keresett, hogy segítsek már a nevezésbe, mert ott egy kicsit megakadt. És nagyon szívesen segítek a nevezésbe is. Aki nem nevezett, és én nevezem, mint futó nagykövet, annak még egy pici kedvezményt is adnak a nevezési nagyszerű. Díjból. Most akkor szabad a gazda, ahogy szokták mondani. Még témával szeretnéd folytatni a Trianon témával, mert hogy Magyarország közepét is filmeztétek, vagy menjünk a Bolza futókra. Menjünk a Bolzára, mert menjünk a Bolza az egyrészt, hogy időrendben is hamarabb van. Igen. És ott már nagyon a finishbe érkeztünk, csak hogy futó fordulattal éljünk, mert hogy a Bolza kör az július 12-én. Egy kicsit itt több emberbe keveredett a virtuális Vivicsita, meg a Bolzának pontosan. A ráadásul pont, hogy érinti az útvonal is hasonló. De ez egy két jeles esemény. És ez a Bolza, ez eredetileg a járvány alatt lett volna. Pontosan. Erről már beszéltünk. Hogyne. Ez az a Bolza, aminek a Bolza Marietta sétányavatót terveztünk, 4 évszak az arborétumon futás keretében. Egy nagyon nagyot gondoltunk dr. Hanyec Katalinnal, az arborétum igazgatóasszonyával és segítőivel, hogy minden évszakban futunk az arborétumban. Igen. A tavaszi sajnos elmaradt, de akkor már most a mostani szabályozások is engedik, és reméljük addig még egy picit enyhülnek a szabályozások, tehát lehet tartani úgy rendezvényt, hogy zárt területen, nézőktől elzártan. Abszolút. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a nyári bolzakört már megtartjuk. Igen. És akkor július 12-én, ugye itt a hónapok, napok keverednek, július 12-én vasárnap az arborétumban nyári bolzakör futóverseny. Igen. Ami azt jelenti, hogy csak az arborétumban, tehát a rajt és a cél az arborétumban, és az a Bolza Mariett sétányavatónak, hát nem lesz már sétányavató, mert ugye a sétány már működik. Igen, ugye az a tavaszinak lett volna egy jó kísérő rendezvénye, de az akkor így ilyen módon nem lesz. Igen. De ezen a sétányon lehet futni. És mivel ez 2,5 kilométeres, tehát 2500 méter ez a sétány, ezért ott 2500 métert, 5000-et és 10000 métert lehet futni. Igen. Milyen feltételekkel lehet csatlakozni a versenyhez? Nevezni kell. Igen. Megnyílt a nevezési felület. Van nevezési díja is a versenynek, 3000 forint a nevezési díja. Itt kell köszönjük a Szarvasért Alapítványnak, aki mellé állt és a nevezési díjakat kezeli. Igen. Reméljük, hogy a nevezési díjból majd marad fenn összeg, amivel majd egy szarvasi sportolót tudunk támogatni. Ez a nevezési díj tulajdonképpen fedezi a csípes időmérést, ami azt jelenti, hogy mindenkinek az időmérők aztán másodpercre pontosan megmondják, hogy mennyi idő alatt futotta le a választott távot. Van benne befutócsomag, amiben van egy kis ajándék, és nyilván gondoskodunk ott a frissítésről, gondoskodunk a kicsi megvendégelésről, jó hangulatról, bemelegítésről. Igen. Ezt tulajdonképpen tartalmazza, fotókat készít, profi fotósok, amit aztán... Feltétlen. Hát bízunk benne, hogy akkor már nagyon-nagyon jó idő lesz, és sokan lesznek. Igen. És még az arborétum mellett a Minden, ami szarvas lett még a nagy támogatója a bolzakörnek. Igen. És az ajándékok, hát a lényeget, hogy a befutóérem, mert azért minden futónak a befutóérem az fontos, szépen sorakozik a falon.
Itt a Bolzakörnek is lesz befutóérme, amit a Székelyszak gimnázium digitális alkotóműhelye készít, illetve a kis ajándékok is ott készülnek, az mind meglepetés. Há, jó, majd annak idején ezt meg tudjuk mutatni. Igen. Hát még akkor majd eljövünk a Bolzakörről, mikor már ott nagyon a nevezés. Van. Amikor már nagyon-nagyon. Amikor már látjuk az indulókat is, mi úgy gondoljuk, hogy itt a nagy hosszú szünet után már most az az első visszhangja a Bolzakörnek. Igen. Egy az, hogy a helyszín, nagyon inspiráló a helyszín. Meg sokakat az is inspirál, mert ugye 4 évszak az arborétumban, hogy ezek az érmek, amiket most tervezünk, vagy hát már folyamatban van, ezek mint egy kis puzzle darabka összeállnak majd egy egészé. Tehát minden évszaknak érme. És majd, az majd egy teljes alkotás. Az idén most lesz a nyári, lesz egy Mikulás futás decemberben, és akkor így a tavasz és az ősz az átcsúszott, de úgy is terveztük, hogy 2 év alatt fogjuk ezt. Hát ez egy nagyon-nagyon nemes gondolat, ragyogó jó ötlet, bár csak sejtéseink vannak, illetve tervezitek, de hát bízunk benne, hogy ez is óriási népszerűségre tesz majd szert. Most június 10-én, amikor beszélgetünk, itt lehet tudni erről a Trianon futásról. A Trianon futás is már szervezés alatt van. Azt jelenti, hogy a helyszín, az időmérő, és már dr. Dalid Andrással és a SUSE vezetőivel. Ja, mert ez a Szent István napi. Ez a Szent István napi úszóversenyhez kapcsolódik. Innen jött az ötlet. Értem. Ugye az már egy több mint 30 éves, 31. alkalom, 30 éves hagyomány. Innen jött az ötlet, hogy ne csak egy úszás legyen ott, pláne a összetartozás évének emlékében. Ne csak egy úszás legyen, hanem hogy emellé tegyünk egy futószávot, távokat is, futószámokat is, illetve először csak ilyen, nem is duatlon, mert ugye annak hivatalos szabályai vannak, két tusa versenyszámban gondolkodtunk először, tehát az úszás mellé egy kis futás, de aztán igazán lehet csak futószámban csak is indul. Csak futószámban is. Nagy tehát szerint. Csak úszó, igen. Csak futó, illetve van a duatlon. És ha ezt Trianon, akkor történelmi ország igen. És akkor ezt már ott Zalán Csabival lemértük a távot, ez tulajdonképpen, ha a Kacsatótól indulunk, az lesz a rajtközpont, az úszásnak is ott nagyon jó az a homokos sekélyrész, ott jó lehet megszervezni az úszószámot, tehát könnyű, nincs balesetveszélyes ott a kiszállás, beszállás, és onnan pontosan 3 kilométer a történelmi emlékúton, megkerülve az emlékművet a Magyarország közepén, és vissza, ez 3 kilométer, tehát ott 3 kilométer lesz a mértékegység igazán a futásnál. Izgalommal vártam, hogy milyen mértékegységet mondasz, mert ugye a mi leírásunkban úgy szerepel, hogy maga az emlékút, tehát a forgalomból kivont betlehemi gátszakaszon, a virtuális történelemkönyv szakasz az 1250 méter. Igen. Igen, de hát ez még egy kis futkározás az ország középen, és akkor oda-vissza, akkor jó mértük. Na, akkor nagyon jó mérték. Igen, Kacsatavat megkerülve, tehát akkor az is... Akkor maradjunk ebben, hogy erre is majd akkor visszatérünk. Erre is visszatérünk. Szent István nap előtti időszakban, és jön, ha minden igaz, ősszel újból a Körös körül. A Körös körül, igen, szeptember. Amelyről hát ugye a nézők emlékezhetnek rá, a lehető legjobb véleménnyel voltak a versenyzők, a résztvevők, mindenki, mert csodálatos időben. Igen. Én azt mondom utólag is, hogy talán egy nem várt tömeg jött össze. Ez tényleg így volt. Minden utólag, húzásnak. Most visszanézve a tavalyi felvételeket azért úgy jó egy kicsit nosztalgiázni, és akkor nyilván mi ott szervezők belülről egy kicsit másképp láttuk a dolgot, de így visszanézve, hát nagyon jó volt, tényleg libabőrös volt az ember, amikor visszanéztük, hogy mennyien futottak és milyen jó kedvel futottak. Igen. Annyit változtatunk a Körös körül, a második Körös körülön, az időpontját meghagytuk a mobilitási hét hetére, ugye ez is még itt kérdéses, hogy ez mennyire, de Krivik Viktor nagyon szeretné, illetve ez hogy is legyen. Egy hosszú éves díjazott pontosan esemény, hát Szarvas szinte évről évre
megdicsérték azért, hogy milyen profi módon szervezték a mobilitási hetet, tehát nem szeretnénk ettől elrugaszkodni. Annyi, hogy nyilván nem fogjuk tudni ingyenessé tenni, mint ahogy tavaly is volt. Valányos. Nem fogjuk tudni, tehát muszáj itt is majd egy nevezési díjat, de ezt is próbáljuk nagyon baráti összegben meghatározni. Folynak a tárgyalások, hogy melyik az az egyesület, aki mellénk áll még, mindaz mellett, hogy a város természetesen, és Viktor már ezt már szervezi. És mivel a bolzakör addigra már futva, átadva, kipróbálva, mindenképpen meg lesz. Tehát akkor ez útba esik. Útba esik, és pontosan emiatt, hogy a távokat meg tudjuk adni 7, 14 és 21 kilométerre, tehát ott 7 kilométer lesz egy kör a körös körülön, ezért nem a város főterétől tervezzük az indulást, hanem a víziszínház és az ottani parkoló, az utca rész lesz majd a körös körülnek a rajtközpontja az idén. Akkor értelemszerűen a bemutatkozó filmben, amiről beszéltünk, az elején ezért kerültek bele ezek a pontos, relikvikus helyszínek. És a, a körös körülön is a bolzakört futja minden résztvevő. Természetes. Tehát fut egy bolzakört. Tavaly kevesebbet futott, ugye a városközponttól indultunk, és pontosan ez az utca szakasz, amit a városközponttól a Fahídig érünk, ennyivel hosszabb a bolzakör. Mikortól nevezhetnek erre a fesztiválra? Hát itt még várunk a nevezéssel. Tehát azért még ezt Ennek még nincs nyitva a nevezési felülete, még a trianonosnak sincs, de egyelőre még csak a bolzakörnek van a nevezési felülete elérhető, a polásport.pont, de ugyanazzal az időmérőkkel dolgozunk, mert ők is nagyon, nagyon jó véleménnyel voltak, meg nagyon profik a szervezésben, tehát a polásport nevezési felületén lesz majd elérhető, ezt is majd híreljük. Nagyszerű, hogy mikor. Majd úgy darabolva szépen részleteiben visszatérünk. Akkor én köszönöm szépen, hogy eljött, és nagyon jó időt kívánunk, és futásra fel, kalandra fel kell, és futni vágyó, sportolni vágyó. Még egyszer ezt a szombatot lehet, hogy tudatosítjuk. Pontosan erre akkor a közeli szombatot, tehát szombaton reggel 8 órakor mindenkit szeretettel várunk, akit virtuálisan szeretnének Divicsita városvédő futást futni. Mondtam még Antal Béla nagykövet társamat, igaz, hogy ő Csabacsüd futó nagykövete, de itt a Vivicsitában, nem Csabacsüdön, hanem ők is itt futják a Vivicsitát, és akkor az időtől nem jedünk meg, majd fölöltözünk, vagy levetkőzünk, attól függ, hogy esik, vagy meleg lesz, úgyhogy 8 órakor a sportpályán, akinek pedig a nevezésbe kell még segítség, akkor szóljon és segít. Akkor köszönöm még egyszer. Kedves nézők, maradjanak még velünk, egy kis technikai szünetet tartunk, és utána néhány percre igen, mondom önöknek, hogy miről érnek a helyi lapok legfrissebb számainkban. Ahogy ígértem volt, kedves nézők, itt vagyunk a folytatásban a lapszemlével, zajlik a nagy üzem. Hát kérem szépen, bevallom őszintén, megcsúszott a kalendáriumom, úgyhogy Isten értesen ma a Barnabásokat, egy gyönyörűséges férfinép viselő, hogy tegnap volt Margit napja, de hát ahogy szokták volt mondani, 8 napon belül gyógyul. A reggeli eső nyilvánvalóan megtévesztett egy picit, mert ugyanúgy esik, mint hogyha Medár lenne, vagy Margit nap esőt csináló napunk lenne. Tehát Isten eltesse a Barnabásokat is. És már is mondom, akkor a legfrissebb lapszámok, néhány érdekességét. Nyilván, hogy a jubileumi évadnyitó viszi a prímet a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Heti Lap címoldalán. A Szarvasi Vízi Színház 10. jubileumi évadának nyitógálájára a különleges helyzetben egy különleges párosítással készül a színházat működtető konzorcium, a Békés Csaba Jókai Színház, a Teátrumi Társaság és a Szarvasi Teátrum. A kezdés június 12. péntek, 20 óra 30 perc. Az első felében az Egri Gárdonyi Géza Színház előadása, Liszt Ferenc magyar rabszódiája, Topolanszki Tamás harangozó díjas koreográfus táncfantáziája lesz látható. A másodikban pedig Jóka és Cervinuszos színművészek, cirkuszművészek és más művészek jelentkeznek produkcióikkal. És akkor lapozzak
tovább. A második oldalon már a Szarvasi Vízi Színház programja következő napokra. 13-án szombaton zenés színházi est a Turaida Színház művészeivel, 14-én vasárnap Pátkai Rozina Trió, Andrész Ferenc operaénekes érkezik hétfőn, Replé akusztik zenekar koncertje. Ne felejtsék el, hogy 200 fő az engedélyezett létszám, tehát mindenki csipkedje magát, aki szeretne ezen esteken részt venni, föltétlen. Menjünk tovább, nem fürdőhely. A védelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Itt a főben strandunk sorsáról olvashatunk részleteket a harmadik oldalon. Eddig 83 millió forint. Altmann Rolanda, a Cervinus Teatrum gazdasági vezetője készítette el és küldte a beszámolót Babák Mihály polgármesternek, ami a színház május 27-ig elnyert pályázati részleteit tartalmazza, tehát 83 millió az eddigi pályázati nyereménye Cervinus Teatrumnak. Menjünk tovább, kék hírek a szokott helyeken, kerékpáros barát címre pályázhatnak a munkahelyek és települések a negyedik oldalon. Aztán üzenet pedagógus lelkeknek címmel egy szép írás az ötödik oldalon, és Irány Európa szintén az ötödiken. Aztán zenepavilóni ajánlat a hetediken érkezik, események, emberek, történetek egy város életéből, Szarvasi Krónika 2020-34-es száma, ugye a jelen időben a múltunkat idéző és a szemle rovatból ajánl érdekességeket dr. Kutas Ferenc felelős szerkesztő. Kerti Muzsika a szarvasi harmonikásokkal, térzene csengettyűvel, harangokkal a Pepi kertben június 13-án szintén érdemes erről olvasniuk. Aztán pályázati hirdetmények érkeznek önkormányzati szinten 8.-9. oldalon. Szarvasi Kultúra könyvtárral címmel egy érdekes pályázati összesítés, és olvasni jó az örök szlogen. A Darek bázis pedig nagyon sok izgalmas, aktuális tájékoztatóját teszi közzé a 11. oldalon. Munkaügyi állásajánlatok, Békés megye, Békés Csaba, Békésszentadás, Kecskemét, Örmény kut, Szarvas vonatkozásában bőségesen. A Szarvasi Televízió önkormányzati vonatkozású műsorairól olvashatnak, szintén a 12-en horoszkóprejtelmek, és egy nagy beharangozó, gyönyörűséges plakát a Kormorán koncertre, július 23-án 20.30-kor kerül sor a Szarvasi Vízi Színházban. Jön a hatalmas sportfolyam, focival, sakkal, szarvasvadásszal, kajakkenóval és egyebekkel. És végül lapozzunk a 16. oldalra a Kossuth téri Római Katolikus Elemi Népiskola 1928-ban az építést követően, hogy nézett ki. Jól látható, hogy itt üzletek voltak a földszinten, és belül voltak az osztálytermek. Hát nagyjából ezt ajánljuk a Szarvas és vidékéből, nézzük a Szarvasi Hét ajánlatát. Egyszer volt Trianon megemlékezés, egy rövid tudósítás erről a harmadik oldalon, kifejezetten a városi megemlékezésre, és a Szarvasi Vízi Színház ízelítője, mármint a 10. jubileumi évad ízelítője itt a címoldalon szintén, Sokszínes apró a másodikon, a Nagy Kormorán koncert beharangozója tehát a harmadikon, Kerékpáros barát címre pályázhatnak munkahelyek és települések szintén a harmadikon, aztán jön a szokott helyen a Sirena,
és Csapó Imréné Anna néni írt egy nagyon szép cikket, több részben Paraszt családom és én, és ehhez a Megszülettem című költeményét is mellékelte az ötödik oldalon. Aztán újabb sikeres Erasmus pályázatok a Székelyben címmel olvashatunk összefoglalót, és egy újabb beharangozó, augusztus 1-én lesz a Szarvasi Kenu Maraton, és a Cervinus Művészeti Fesztivál is jelentkezik ajánlatával, nagyon-nagyon színes és izgalmas programmal, július 15-től egész 28-áig, Körösparti Muzsika, Kövesd a Szarvas, Csillagfény, Holle Anyó, Hotel Mentol, Rút Kiskacsa, aztán az Ibolya Kormorán koncert, Valahol Európában, Holdvilágos éjszakán, és a Tenkes kapitánya táncjáték és egyebek között, és sok más izgalom a Cervinus Művészeti Fesztiválon. Könnyed saláta variációk érkeznek a Szarvasét konyhájából a tizedik oldalon, lomtalanítás Szarvason, a Darek felhívása, ahogy említettem, és egy nagyon kedves tábor, a mozi tábor felhívása június 22-től 26-ig, de jöjjenek a horoszkóp rejtelmek a 13-on, aztán a Fakupa 2019-2020 vegyes röplabda városi bajnokságról olvashatnak, és a Zenepavilon teljes kínálata a nyár vonatkozásában a 15-en, és lassan már betelik minden Cervinus tábor, annak reményében, hogy egy-két hely esetleg még kiadó, érdemes elolvasni a tábor, az a Cervinus Teátrumban című ajánlatot a lap 16. oldalán. Hát ezek a friss lapok kínálatai. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és még egyszer a tegnapi nap vonatkozásában boldog Margit napot, és a mai nap vonatkozásában pedig nagyon boldog Barnabás napot kívánok az érintett ünnepelt nézőknek és mindenkinek szerte az országban. Szép hétvégét, ahogy tegnap hallhatták, jönnek a egyedi megoldású ballagások a hétvégén, nagyon szép ballagási rendezvényeket, családi ballagási ebédeket is kívánok, amelyekhez jó étvágyat is természetesen, és a hétvége pedig teljen már a Zenepavilon és a Vízi Színházi szezon jegyében, a szóbaforgóval pedig a szokott időben jelentkezünk ismét. Minden jót a hétfői viszontlátásig, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!